Üdvözlök mindenkit, jó szórakozást kívánok! Napi első vicc. A 80 éves páciens az orvosnak. Doktor úr, az a problémám, hogy szex közben hirtelen elkezd kalapálni a szívem, megfájdul a fejem, kiver a víz. Nos, az önkorában ez már természetes. Mikor kezdődtek a panaszok? Tegnap éjszaka háromszor, meg ma reggel kétszer. Egy sötét parkban megszólal egy női hang. Vedd le a szemüveged, mert szúrja a combomat! Pár perc múlva. Vedd fel a szemüveged, mert a padot nyalod! Miért a szőke nő a legjobb az orális szexben? Mert vákum van a fejében. Honnan tudod, hogy a kurvának orgazmusa van? Azt mondja. Kérem a következőt! Mi a különbség a szex és a legó között? Akkor legóz csak tovább. A szexújság olyan irodalmi alkotás, amit arra terveztek, hogy félkézzel lapozzuk. Pistike búskomoran hazafelé ballag, szembe jön vele a család házi orvosa és jó barátja. Szervusz Pistike, miért vagy ilyen szomorú? Ne is kérdezed, Oki. A szüleim válni készülnek. Apu már nem a régi. Egyet se búsulj. Tessék, itt van egy doboz tabletta. Apádnak minden reggel tegyél egyet ebből a kávéjába. Egy hónappal később újra találkoznak. Pistike még szomorúbb lelki állapotban. Szervusz, Pistike! Mi a baj? Nem működött a szer? De igen, túlságosan is. Anyám meghalt, a nővérem terhes. Nekem meg fáj a seggem. Mi a különbség az erotikus és a perverz szex között? Az erotikus szexnél egy tolpihét használsz, a perverznél meg egy egész csirkét. A cigány fog magának egy utcalányt és felviszi a lakására. De viszont van egy kis baj, mivel hogy csak egy szoba van, és otthon van a kisfia. Megoldásként azt mondja a fiának, hogy álljon ki az erkélyre. És ahány sapkás embert számol, annyiszor ad neki 50 forintot. Fél óra múlva végez, és bejön a kisgyerek, kérdi az apja. Na fiam, hány sapkás embert láttál? Hát apu, ez drága dugás volt. Egy egész zsidó temetési menet járt erre. Mi a jobb egy szeretkezésnél? Kettő. Ki a szórakozott férje, aki a nász éjszaka után lerak egy ezrest az éjjeli szekrényre, és ki a szórakozott feleség, aki elteszi a melltartójába az ezrest, és közli, hogy másütt ezért kettőt szokott kapni. Két barát beszélget. Képzeld, a doktor azt mondta, ha nem mondok le a szexről, hamarosan meghalok. Hogy? Hát a felesége a szeretőm. A lány mondja a fiúnak. Ha te egy úriember volnál, nem csinálnál velem ilyet a hátsó ülésen? Ha te pedig úri lány volnál, akkor nem beszélnél teli szájjal. A tanító néni az összetett mondatokat tanítja. Mint lehetséges kötőszót a valószínűleget adja meg. A gyerekek példamondatokat mondanak. Józsika. Édesanyám fogja a pénztárcáját és a kosarát, valószínűleg vásárolni megy. Helyes kisfiam. Zsoltika. Édesapám reggel magához veszi a táskát, valószínűleg dolgozni indul. Nagyon helyes. Pistike. A nővéremhez megérkezik a zongoratanár, lehúzza a nadrágját, a nővérem a bugyiját, valószínűleg beleszarnak a zongorába. Juliska, a gyönyörű fiatal lány kapál a TS földjén. Arra megy Jancsi és megszólítja. Te Julis, olyan gyönyörű vagy, hogy megfognám azokat a telt kebleidet? Mégis mit képzelsz, Jancsi?
Te jól is, adok 5000 forintot, ha megfoghatom. Hát, ha adsz 5000 forintot, akkor jól van. Jancsi adja a pénzt, megtörténik a dolog. Jancsi folytatja. Olyan kívánatos vagy, megsimogatnám ott a lábad között, adok megint 5000 forintot. Ha adsz 5000 forintot, akkor jól van. Csak gyere, menjünk oda a bokorba. Jancsi adja a pénzt, megsimogatja és folytatja tovább. Te jól is, most már annyira kívánlak. Úgyis itt vagyunk a bokorban, adok 30000 forintot, ha magamévá tehetlek. Jól van, akkor ha adod a pénzt. Megtörténik a dolog, Jancsi megszólal. Na jól van, most már megyek. Juliska megigazítja a szoknyáját és folytatja a kapálást. Nem sokkal később arra jön a TSZ elnök. Juliska, láttad erre a Jancsit? Igen, láttam. Kiküldtem vele a fizetésedet. Odaadta? Egy idősödő úr meséli a barátainak. Be kell vallanom nektek? Hát, én bizony megizzadok két szeretkezés között. Hogy? Hát, tudjátok, mindig közte van a nyár. Az idős házaspár lefekvéshez készülődik. Mikor bebújtak egymás mellé az ágyba, az öregasszonynak kedve támad egy kis hancúrozáshoz. Gyakorlott mozdulatokkal simít végig a férje testén, majd egy bizonyos ponton megállva megkérdezi. Na papa, mit fogok? Mit fogsz? Hát alig, ha nem, aludni fogsz. A 80 éves bácsika feleségül vesz egy 25 éves leányzót. Eljön a nász éjszaka a feleség, gondolván, hogy férjét elfárasztotta a ceremónia. Külön hálószobában készül nyugovóra térni, amikor is kopogtatnak az ajtón. Az öreg az befekszik a felesége mellé. Mikor végeznek, jó éjszakát kíván az arának, majd eltávozik. A menyasszony már majdnem elalszik, amikor ismét kopogtatnak. Ismét az öreg az szerelemre éhesen. Amikor befejezik, az öreg ismét jó éjszakát kíván és elmegy. A menyasszony megint majdnem elalszik, de ismét kopogtatnak. Kinyitja az ajtót, és ismét a férje áll ott. Amikor befejezik, a leányzó nem hagyja szó nélkül az esetet. Áruld már el, hogyan csinálod? Amilyen férfiakkal eddig dolgom volt, hiába voltak fiatalabbak, nem bírtak háromszor egymás után. Honnan van ennyi energiád? Mire az öreg kicsit meglepetten, hogyan? Hát már jártam itt ma este. Egy fiatal fiú eltéved az erdőben. Napokig bolyong, míg egyszer csak találkozik egy borzasztóan vén, iszonyatosan csúnya vénasszonnyal. Szervusz, fiam! Én egy elvarázsolt királylány vagyok, csodás idomokkal. Ha magadévá teszel, visszaváltozom szép fiatal szexbombává, és attól kezdve azt csinálsz velem, amit akarsz. A vénasszony meglehetősen visszataszító volt, de a lehetőség igen vonzó. A fiú legyűrte magában az undort, és ha nagy nehezen is, de megtette, amit a szipírtyú kért. El is aludt rögtön, úgy elfáradt. Amikor felébredt, ugyanaz a csúf, vén csorosztja feküdt mellette, akit néhány órával korábban magáévá tett. Hé te, azt ígérted, hogy gyönyörű szexbombává változol. Hány éves vagy te, fiam? 20. Na, ez szép. 20 éves vagy, és még mindig hiszel a mesékben? Két fiatal elmegy a szexológushoz. Doktor úr, kérem, van egy nagy szexuális problémánk. Bemutathatnánk? Bemutatni? Kérem, hát ahogy gondolják. Tessék, ott a heverő. A fiatal pár belekezd a dologba, és a szexológus csak ámul bámul az aktuson, amikor túl vannak rajta, így szól. Hát, ez igazán remek aktus volt, de hol van itt a probléma? Sehol, csak saját lakásunk nincs. A szálloda meg drága. Köszönöm szépen a figyelmet, jó pihenést kívánok!